Sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket! A mai foglalkozásunk Luxemburgi Zsigmond uralkodása. Luxemburgi Zsigmond 50 éven keresztül fél évszázadig ült a Magyar trónon. Ebből a szempontból kiemelkedően hosszú időtávlat ez, 1387-től 1437-ig. A képen ő látható, 1433 körül, amikor valójában német-római császár is lett. A trónra kerülésével kapcsolatban el kell mondani, hogy ez bizony nem volt egy egyszerű menet, nem úgy, mint az elődje, ugye Nagy Lajos 1342-ben gyakorlatilag akadálytalanul vette át a magyar trónt apjától. Zsigmondnak ezért nagyon meg kellett küzdenie. És azt kell, hogy mondjam, hogy Nagy Lajos halála és Zsigmond trónralépése között eltelt ötesztendő, az meglehetősen zűrzavaros, meglehetősen kaotikus, gyilkosságok, merényletektől sem mentes időszak volt. Miért volt ez így? Nos azért, mert Nagy Lajos királynak fiú örököse nem volt, csak két lánya volt, az idősebbik Mária ő rá száll valójában a magyar trón, és aki majd az ő férje lesz, az fogja majd előbb vagy utóbb a magyar trónt elfoglalni. A kisebbik lánya Hedvig, ő lengyel, ő a lengyel trón, és ott is az a helyzet, hogy aki majd őt feleségül veszi, ez egyébként a litván nagyherceg lesz, ő fogja a lengyel tront is örökölni. Ott egyébként ez, azzal a házassággal létrejött a lengyel-litván unió. Na de kanyarodjunk vissza Magyarországra, a magyar királyságra. Nyilván Nagy Lajos még életében megpróbálja kiválasztani azt a fiatal embert, aki az idősebbik lányának a férje lesz, és így kerül a választás, ugye, Luxemburgi Zsigmondra, akinek a, aki egy nagyon jó dinasztiából származik, ugye a Luxemburg dinasztia ekkor Európa egyik legmértékadóbb, legnagyobb múlttal rendelkező dinasztiája. Apja, mármint Zsigmond apja, negyedik Károly német-római császár volt, tehát ilyen értelemben komoly, komoly uralkodói hagyományok is állnak a Luxemburgok mögött. És 1379-től tehát Nagy Lajos uralkodása alatt még Zsigmond már a királyi udvarban nevelkedik, és Mária jegyeseként várja, hogy majd eljöjjön az ő ideje, és a trón megszerzésében előre tudjon lépni. Amikor 1382-ben meghal Nagy Lajos, akkor, ahogy mondtam, egy nagyon zűrzavaros időszak következik, és ezt az űrzavaros időszakot valójában még tovább nehezíti és tovább terheli, hogy közben megjelenik egy anzsú tronkövetelő, duradzói kiskárolyról van szó, akit egyébként 1385. december utolsó napján Magyar Királyá is koronáznak, csak éppen néhány hónappal később egy merénylet áldozata lesz, a képen egyébként a balról jobbra haladva ugye Zsigmondot látjuk. A címer az egyébként Duradzói Kiskárolynak a címere. A jobb oldalon a nagy kép az maga Duradzói kiskároja trónon, és ott az a középső kép az pedig a gyilkosság, a merényletet ábrázolja. Tehát 1386. február végén második vagy Kiskárolyt meggyilkolják, és így valójában megnyílik a, a az út Zsigmond előtt a magyar korona megszerzésére. Ez 1387 tavaszán következik be, amikor március 31-én Székesfehérváron a megfelelő körülmények között Szent Koronával az esztergomi érsek Luxemburgi Zsigmondot magyar királyá koronázza hát akkor azt gondolom, hogy még kevesen gondolták, hogy ez a kormányzás, ez 50 esztendőre fog majd kitekinteni. Az egyik legfontosabb feladat a Zsigmondnak, aki egy kiváló taktikus és kiváló politikus, a hadvezérnek már kevésbé mondható ilyen kiválónak, de egy nagyon ügyes politikusról van szó, aki megpróbál, Ebben a meglehetősen nehéz, zavaros időszakban a politikai szereplők között lavírozni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy maga mellé állít bizonyos bárói csoportokat, szövetségre lép bizonyos bárói csoportokkal, és ezeket a bárói csoportokat minden tekintetben maga mellé köti, magához köti. Az ő hozzá leghűségesebb szereplőket, bárókat bevonja egy általa alapított lovagrendbe, ez az úgynevezett sárkányos lovagrend. Ott látható a, a képen a sárkányos lovagrendnek az emblémája. Tehát a sárkányos lovagrend az uralkodóhoz hű, az uralkodó közvetlen, bizalmi embereinek a, a, a köre, akire az uralkodó számíthat. A másik csoport, akikre Zsigmond uralkodása alatt támaszkodik, és megnyeri magának, az kérem szépen sok esetben meglehetősen a társadalmi élet középéről, alsóbb szintjéről felemelkedő, tehetséges fiatalokról szól, Akiket gyakorlatilag maga mellé vesz, ehhez nagyon jó érzéke volt egyébként Zsigmondnak, kiváló érzéke volt, hogy jó szakembereket, legyenek ezek pénzügyi szakemberek, legyenek ezek katonai szakemberek, maga mellé vesz, bizalmába fogad, felemeli őket, karriert kínál nekik, és nem esi rangra, sok esetben bárói rangra emeli őket. A képen látható fegyveres az nem más, mint Filippo Scolari, egy firenzei fiatalember, aki Ozorai Pipó néven válik leginkább ismerté. Ott látható az Ozorai várkastélya, megerődített várkastélya. Egyrészt kiváló pénzember, más, tehát pénzügyi szakember úgy mondom, másrészt pedig kiváló katona. Többek között neki lesz majd köszönhető például a déli végvári rendszer kiépítésének a finanszírozási alapjainak a megteremtése, megtervezése. De számos ilyen szereplőt tudnánk még sorolni, akik Zsigmond udvarában komoly karriert építenek ki, szakemberek, szaktekintélyek bárói rangra emelődnek. A másik két címer, ami látható a képen, a felső az magának luxemburgi Zsigmondnak a címere, az alsó címer az pedig már a királyi címer, tehát a több megszerzett területnek a címere is látható. Na most, ami lényeges, hogy ugye miután Zsigmond komoly elkötelezettségei vannak, politikai elkötelezettségei Csehország irányába, Német-római Szentbirodalom irányába, Itália irányába, nagyon sokat van távol. Tehát ez alatt az 50 év alatt, amíg ő magyar király uralkodásának idejének jelentős részét nem is Magyarországon tölti, de ennek ellenére pont az általa kiválasztott személyeknek köszönhetően, azok, az ő bizalmát élvező bárói csoportoknak köszönhetően a király akarata Magyarországon érvényesülni tud. Persze ahogy mondtam, jó taktikus, és, amikor, és jó politikus, és amikor érzékeli, hogy azért bizonyos bárói csoportok, mondjuk azt, hogy bárói ligák, tehát különböző bárói csoportok összefogásából kialakult bárói ligák megerősödnek, és esetleg veszélyeztetik a király akaratát, a királyi hatalmat, vagy, vagy esetleg megpróbálják azt befolyásolni, vagy kor, korlátozni, ezért velük szemben, velük szemben Luxemburgi Zsigmond olyan társadalmi csoportokat próbál támogatni, és támogat is, akikre minden tekintetben támaszkodhat. Ilyen lesz, kérem szépen, a vármegyei nemesség is, amely pont Zsigmond uralkodása alatt kezd, tehát a birtokos nemességről van szó, kezd rendészerveződni. szerveződni, Ugye a rend az a társadalom azonos jogokkal, azonos kiváltságokkal rendelkező olyan csoportja, amely ezeket a kiváltságokat képes örökíteni is. Egy, kettő, képes az érdekeit valamilyen fórumon vagy valamilyen testületben artikulálni, és képes ezeket az érdekeket érvényesíteni. Hol? Nos, ott van az országgyűlésben. Mert Zsigmond nagyon jó érzékkel, nagyon jó érzékkel meghívja a vármegyei birtokos nemesség képviselőit a rendi, az éppen körvonalazódó rendi országgyűlésbe, és innentől kezdve ez a köznemesi csoport, ez jól elkülönül politikai értelemben, a báróktól jól megkülönböztetődik a bároktól és önálló rendi szerveződése megtörténik. Zsigmond jó érzékkel nyúl a városok irányába is. Ugye ezt már korábban is láttuk, hogy a városoknak a szerepe, a gazdasági szerepe rendkívül fontos ezekben az évtizedekben. Mindig nagyon fontos egyébként, de ugye az a, az a, a városiasodás folyamata, amely a tatárjárást követően negyedik Bélának köszönhetően elindul, ez egy nagyon szép ívet ír le, méghozzá, tehát egy erős, gazd, szabad, különösen a szabad királyi városok erős jogokkal, erős gazdasági kiváltságokkal rendelkeznek, a bányavárosok hasonlóképpen, és nagyon komoly gazdasági erőt is jelentenek. Na most egyébként tegyük gyorsan, az Zsigmond, aki egyébként egész uralkodása folyamatos folyamatos pénzügyi nehézségekkel küzdött, mert óriási kiadási, óriási költségei voltak. Ugye többek között a városi polgárság adóira is igényt tartott, de ugyanakkor pontosan rájött arra, hogy a városi polgárság támogatása, különösen a szabad királyi városok támogatása, a bányavárosok támogatása, ez neki gazdasági és politikai szempontból egyaránt kedvező. Ezért a, ezeknek a városoknak plusz jogokat. Gazdasági jogok, vásártartás, áru megállítási jog, és a többi, és a többi, és ami nagyon fontos, politikai értelemben is jogosítványokat ad. Nevezetesen ott jól látható, hogy az 1405-ös Budai találkozóra, bátortalanul mondom az országgyűlés még, de már meghívja a városok követeit és a városok képviselőit is. Azaz, jól érzékelhetően luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt körvonalazódik a rendi monarchia. A rendi monarchiát egy kormányzati dualizmusként kell felfogni, amikor az uralkodó mellett van egy olyan testület, amely később ugye rendi országgyűlésként fog funkcionálni, és a közös egymásra utalt kormányzás zajlik, ez a rendi mondat, a rendek bevonása a kormányzásba, ugye és ezek a rendek ugye a főpapság, a főnemesség, a bárók, a köznemesség, és megjelenik a városi polgárság is, és majd ami, amíg a rendi jelleg Magyarországon jellemző lesz, gyakorlatilag 1848-ig, hiszen majd 48-ban váltja a rendi jelleget a polgári, népképviseleti jellegű törvényhozás és országgyűlés. Gyakorlatilag ezek a rendek, és ebben a formában, mondom, egészen a 1848-ig így működnek, tehát formálódik Zsigmond uralkodása alatt a rendi monarchia. A belpolitika után Kanyarodjunk rá arra, hogy Zsigmond, aki magyar király, cseh király, német, választott német király, majd 1433-ban, ugye az eredeti szlájdon, a bevezető szlájdon, a, a festmény az ugye pont a császárra koronázásának az évében készül, ugye 1433-tól német-római császár, hát tessék belegondolni, ez egy hatalmas nagy birodalom. Ez egy óriási birodalom, Amelynek ő az uralkodója. Ebből a szerepből adódóan Zsigmondnak nagyon komoly külpolitikai törekvései vannak. Az egyik ilyen fő külpolitikai törekvés az a nyugati egyházszakadásnak a, a felszámolása, amelyet a Konstanci Zsinaton, megint azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül ügyes, taktikázással, politizálással, a felek kibékítésével, vagy egymás elleni intrikálásával, de megvalósít. Persze ugyanakkor ennek az lesz az ára, ugye, hogy a, huszitizmus atyát, ugye Husz mágjára küldi. Ezzel persze ugye valójában kirobban a cseh királyságban a huszita mozgalom, a huszita felkelés, a huszita háborúk, amelyek hosszú-hosszú évekre meghatározzák Zsigmondnak a cseh politikáját, és energiáját, pénzét, fegyvereit, hadseregét nagyon erőteljesen lekötik. A fő csapás irány azonban a déli határok. A déli határokon ugyanis megjelenik a török. Megjelenik a török, és most aztán beélesedik az a politika, amelyet negyedik Bélától már jól lehetett érzékelni, és a Károly Róbert ide különösen a Nagy Lajosi külpolitikában tetten is lehetett érni, tehát ezek az úgynevezett ütköző államok, pufferzónák kialakítása a déli határon, tehát a déli határtól délre pontosabban, a törököt minél inkább távol tartani, minél inkább távol tartani a magyar határoktól, a déli határoktól. Nos, mielőtt erre rátérnénk, ugye van itt még egy fontos momentum, ami a külpolitikájához hozzátartozik és hozzá kapcsolódik. Nevezetesen, hogy neki ugyanaz a problematikája lesz, mint, a, mint az elődjének, Nagy Lajosnak. Zsigmondnak sincs törvényes örököse, mert gyermeke van bőven, de törvényes örököse nincs, csak egy, egy, egy lánya van, ugye Erzsébet, akit a Habsburg Alberthez adnak feleségül, és így gyakorlatilag Habsburg Albert lesz majd a magyar trón várományosa. Tehát amikor felvetődik majd a kérdés, hogy ki az első Habsburg Magyarország trónján, akkor majd ugye ide kell majd visszanyúlnunk, Habsburg-Alberthez. De ez még ma, ez egy későbbi történet, de ez is ugye egy dinasztikus házasság, ez is hozzá tartozik a zsigmondi külpolitikához és taktikához. Tehát, hogyha ez, ez, a, ez a házasság jól működött volna, és hosszú távú eredményt hozott volna, akkor itt a luxemburgok és a Habsburgok házasságából, ugye egy, 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 nagyon komoly közép-európai birodalom körvonalazódhatott volna, de ez majd lényegében meg is történik, de jóval később. De kanyarodjunk vissza a török elleni védekezéshez. Tehát az egyik legfontosabb dolog az ütköző államok létrehozása, ugye Havasalföld, Szerbia, Bosznia területe. Ezeket a magyar király vazallusává kell tenni, ezeket a területeken uralkodó fejedelmeket a magyar király lekötelezettjévé kell tenni. Ez egy fontos dolog. Ez egyébként nagyjából sikerül is. A másik fontos dolog, hogy és hát ugye nyilván Zsigmondnak a nagy európai formátum uralkodónak a nagy-nagy a elképzelése, hogy hogyan lehetne a törököt kiűzni Európából. És amire az idáig még nem volt példa, ez Zsigmond uralkodása alatt megvalósul. Zsigmond egy hatalmas lovagi hadsereget verbúvál annak érdekében, hogy a törököt kiszorítsa Európából. Jönnek Flamand, Német, Francia, Angol. Cseh zsoldosok, lovagok, és egy hatalmas lovagi haderő indul el délre, hogy a törököt kiszorítsa. És ennek a hadiáratnak lesz a, a maga a kulcsa, 1396-ban Nikápoly ostroma, és a Nikápoly török kézen van, Felmentésére érkező szultáni haderővel való összecsapás, ez a híres hírhet Nikápoi csata. Sajnos a Nikápoi csata katasztrofális keresztény zárul. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az a lovagi haderő, amelyik egyébként haditornákhoz, lovagi tornákhoz volt szokva, meglehetősen fegyelmezetlenül összeszokottság hiányában ütközik meg a török haderővel, és szenved nagyon súlyos, katasztrofális vereséget, és maga Zsigmond is csak nagyon nagy nehézségek árán tud a, a csata mezőről, ugye a Dunán lévő hadi hajókra eljutni és megmenekülni. Na most a nikápoi vereségnek két nagyon fontos következménye lesz. Az egyik, hogy a nyugat-európai haderő vereségéből adódóan évtizedekre, mondhatnám, évszázadokra nem jön létre olyan nagy katonai összefogás, mint itt 1390-es évek közepén. Majd csak 1684-re, tehát 300 évvel Nikápoly után lesz egy hasonló nagy keresztény nyugat-európai összefogás a török kiűzésére addig nem. Ez az egyik következmény. A másik következmény az, hogy a, a törökkel szemben olyan harcmodort alkalmazó katonai egységekre van szükség, amely hasonló harcászati megoldásokra képes, és ez a könnyű lovas huszár típusú alakulatok. Ezért, hozza, ezért, születik meg 1397-ben a Telek Katonasság Intézménye, amelynek ugye az a lényege, hogy a birtokosoknak minden húsz jobbágy után ki kell állítani egy lovas, könnyű lovas íjász katonát. Ugye a húsznak az ára, ugye innen a huszár szavunk, a, a magyar huszár innen ered. Tehát harcászatilag. És akkor a harmadik fontos elem, ami a Zsigmondnak a török ellenes politikájában nagyon lényeges, döntő lényeges, hogy felismeri azt, hogy a, a magyar határoktól délreleső ütköző államok leküzdhetők, tehát ha a török ezeket leküzdi és megérkezik a déli határszélre, akkor ezt a magyar déli határszélt le kell szabályosan reteszelni. És ez a re, lereteszelés lesz valójában az a kettős végvári rendszer, amelyet az Adriától az Aldunáig építenek ki, iszonyatos költséggel, de rendkívüli odafigyeléssel és rendkívüli stratégiai érzékkel. Ennek a kulcsa ugye majd Nándor lesz, és tegyük gyorsan hozzá, hogy ez a kettős végvári rendszer, ez gyakorlatilag az 1520-as évek elejéig le tudja a törököt fogni, vissza fogja tudni a törököt tartani, és majd csak 1521-ben küzdi le a török gyakorlatilag Nándorfehérvárat, és onnantól persze már nyitva az út az ország közepébe. De hogyha az, a, az időintervallumokat nézzük, ugye az 1400-as évek első elején kezdődik meg a végvárrendszer kiépítése, és ugye az 1520-as évekre több mint 100 éven keresztül sikeresen és eredményesen veri vissza vagy fogja le a török nyomást, a kettős végvágy rendszer elvitathatatlan Zsigmond érdeme. Amikor Zsigmond 1437-ben meghal, 50 év, fél évszázad van uralkodása mögött, ahogy korábban említettem, Veje a magyar trónon az első Habsburg, Habsburg Albert követi őt a trónon. A kérdés az, hogy Habsburg Albert képességei, lehetőségei és mozgástere az milyen lehetőségeket kínál. Egy biztos, őnek is nagyon nehéz körülmények között kell kormányoznia, Ráadásul nagyon rövid időn belül valójában betegségben, 1439-ben, fertőző betegségben meghal. Egy utószülött kisfiút hagyva maga után, a későbbi 5. Lászlót, de ez a pillanat már az a pillanat, amikor a török rendkívül erőteljesen támadja a végvári rendszert, és be-beüt dél és a déli területekre, és ez, már, ez az új típusú kihívás egy új típusú uralkodót, vagy egy új uralkodót igényel, és olyan személyét, mint a, a korszak ö, legkiválóbb magyar hadvezére, aki ugye luxemburgi Zsigmond udvarában nevelkedik, ö, elkíséri az itáliai hadjáratba, a csehországi hadjárataiba, és aki majd a török elleni küzdelem élharcosa lesz Hunyadi János. De ez már egy másik. Témakör. Tiszteltel köszönöm a figyelmüket!